Jó napot kívánok! Fajka Valéria, a Zentai Petőfi Sándor Általános Iskola kémia tanára vagyok. Nyolcadikosok, üdvözöllek benneteket! A mai kémia órán az észterekről fogunk beszélni. Az észterek egy olyan vegyületcsoport, ami a természetben nagy mennyiségben, vagyis igen gyakran előforduló vegyületekről van szó, hiszen ők adják a zöldségek, gyümölcsök illatát, zamatát. Az észterek az oxigéntartalmú szerves vegyületek közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a szénláncukban a szénen és a hidrogénen kívül még oxigénatomot is tartalmaznak. Az oxigénatom egy oxigénatomos funkciós csoportban, vagy valami összetett funkciós csoportban tud kapcsolódni magához a szénlánchoz, illetve a szénláncba bekerülni. Mit is jelent az, hogy funkciós csoport? Ugye tanultuk már, hogy a funkciós csoport a szerves molekulának, vegyületnek egy olyan kis része, amely lehet egy atom, egy kötés, egy atomcsoport, amely az tulajdonságait meghatározza a vegyületnek. Ti eddig az oxigéntartalmú szerves vegyületek közül beszéltetek az egy oxigénatomot tartalmazó vegyületekről, mégpedig a hidroxil vegyületekről, ide tartoznak ugye az alkoholok, fenolok, illetve beszéltünk az éterekről, amiben étercsoport van, az oxovegyületek pedig az aldehidek és a ketonok. Az összetett funkciós csoportot tartalmazó vegyületekről a múlt héten a karbonsavakkal ismerkedtetek meg, és ezen a mai órán pedig az észterekről lesz szó. Mik is ezek az észterek? Olyan oxigéntartalmú vegyületek, amelyek karbonsavból és alkoholból kondenzációval, vízkilépésével keletkeznek. Az alkohol hidroxil csoportjából a hidrogénatom és a karbonsav összetett csoportjából a hidroxil csoport egy vízmolekulát adva kilép a rendszerből, és közben létrejön az észtercsoport, ami egy összetett funkciós csoport, és áll egy éter és egy karbonil csoportból. Az elnevezése ezeknek a vegyületeknek úgy történik, hogy az alkohol és a karbonsav nevéből kapjuk. Tehát két részből áll a neve, az egyik az alkohol, a másik pedig a karbonsavból fogjuk majd levezetni. Az alkohol szénhidrogén csoportjának neve után írjuk a karbonsav sójának a nevét. Én itt példának a legegyszerűbb alkoholt vettem, a homológ sor első tagját, az alkanolok közül a metanolt, ami egy szénatomot tartalmaz, és a metanolnak a funkciós, nem funkciós, hanem elnézést, a szénhidrogén csoportja az a metil csoport. A karbonsavak közül pedig az egyértékű és a homológ sor első tagját képező hangyasavat hoztam példának, amelynek a sói, a formiátok, vagy pedig a lyupak elnevezés szerint a metanoátok. Tehát a nevét úgy képezzük, hogy az alkohol szénhidrogén csoportjának neve után írjuk a sav maradékának a nevét, tehát ennek az észternek a neve metil formiát, vagy metil metanoát lenne, a régi elnevezése pedig a hangyasav metil észtere. Ezek a vegyületek a természetben ugye nagyon gyakoriak, és ha a fizikai tulajdonságaikat vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk azt, hogy olvadás és forráspontjuk alacsonyabb, mint a megfelelő szénatom számú alkoholoké vagy karbonsavaké, de egy kicsit magasabb, mint a megfelelő szénatom számú szénhidrogéné. A halmazállapotukat tekintve lehetnek cseppfolyósak és szilárd halmazállapotúak. Hogyha a szénlánc 20 szénatomot tartalmaz, akkor ezek az észterek folyékonyak lesznek. Ha ettől több, hosszabb a szénláncunk, akkor pedig szilárd halmazállapotú észterek jönnek létre.
A vízben való oldhatóságukat, hogyha vizsgáljuk, tehát én előkészítettem vizet, a vizet tudjuk, hogy ez egy poláris oldószer, és öntünk hozzá észtert. Látjuk, hogy két réteg keletkezett, és akárhogy rázzuk össze, nem keveredik a két réteg egymással. Ez azt jelenti, hogy a mi észterünk, vagyis az észterek nem oldódnak poláris oldószerekben, viszont jól oldódnak apoláris oldószerekben. Tehát benzinben öntök most egy kis észtert, és látjuk, hogy itt nincs a két réteg, mint az előző esetben, ami volt. Tehát az észterek vízben alig, vagy nem, apoláris oldószerekben pedig jól oldódnak. A kémiai tulajdonságaik közül jellemző reakciójuk a hidrolízis. A hidrolízis az víz hatására történő bomlást jelent. Ebben az esetben az észter vízzel reagálva megfelelő katalizátor jelenlétében felbomlik karbonsavra és etanolra. Ez a reakció, tehát a hidrolízis lényegében az észter képződéssel ellentétes folyamat, tehát ott még az alkoholból és karbonsavból víz kilépésével észtert kaptunk, itt viszont az észtert megfelelő katalizátorral fel tudjuk bontani karbonsavra és alkoholra. A teljes hidrolízis, hogyha nátriumhidroxiddal, a zsírszódával történik, akkor ezt a folyamatot elszappanosításnak nevezzük. Nagyon sok és sokfajta észter létezik a természetben. Az észtereket az alapján tudjuk csoportosítani, hogy milyen szénláncú az alkohol, illetve a karbonsav, amiből az észter kialakult, illetve milyen kötések vannak benne. Ez alapján az észtereket feloszthatjuk gyümölcsészterekre, telítetlen észterekre, viaszokra, zsírokra és olajokra. Nézzük először a gyümölcsésztereket. Ha rövid a szénatom, szénlánca rövid a karbonsavnak, illetve az alkoholnak, amiből észter képződéssel létrejött az észter, akkor gyümölcs észter keletkezett. Ezek cserfolyós, színtelen, kellemes illatú vegyületek, tehát minden egyes érett gyümölcsben megtalálhatóak, minden egyes gyümölcsnek megvan az ő saját észtere. Mint például itt, amit tettem, például a narancs, a zöldalma, vagy a banán is meghatározott észterektől kapja a kellemes, jellegzetes illatát, illetve zamatát. Ezek a vegyületek nem csak a természetben keletkeznek, hanem mesterségesen is elő lehet állítani őket laboratóriumban, és a vegyipar ezt használja is, és alkalmazza is, mégpedig különböző aromáknak a készítéséhez, és azután ezeket az aromákat az élelmiszeriparban, kozmetikumok készítésénél, gyógyszergyártásnál használják, illetve mivel nagyon jó oldószerek, így a lak- és a festékipar is alkalmazza ezeket a vegyületeket. Habár kellemes illatú vegyületcsoportról van szó, ha nagy mennyiségben lélegezzük be, akkor mérgező vegyületeket ismerhetünk meg bennük. Abban az esetben, hogyha a szénláncunk molekulái tartalmaznak telítetlen kötést, telítetlen kötés az azt jelenti, hogy van benne a szénatomok között kettes vagy hármas kötés is. Ezt az alkéneknél és az alkineknél tanultuk. És ott mondtuk, hogy jellemző reakció rájuk a polimerizáció. Hát itt az észterek esetében, a telítetlen észterek esetében is, a kettes kötés mentén
polimerizálódhatnak, tehát a műanyaggyártás alapanyagai jól szolgálnak. Tehát fontosabb képviselő például a metilmetakrilát polimerizációjával létrejött plexi, vagy a vinilacetát polimerizációjával létrejött polivinilacetát, ami egy ragasztó. A viaszok a természetben szintén nagyon gyakori vegyületek, mégpedig megtalálhatóak a gyümölcsöknek a híján, vagy éppen a növényeknek a levelén. Nem oldódnak vízben, és lényegében a szerepük az, hogy védje a növényt a túlzott vízpároloktatástól, illetve ilyen vízlepergető szerepe is van. Ezek keverékek, tehát nincs egy állandó összetételük. Ide tartozik például a méhviasz is, amelynek a legnagyobb alkotó eleme a miricélpalmitát. A felhasználása ezeknek a vegyületeknek is széleskörű az ipar számára, tehát például készítenek belőle cipőposztát, ezen kívül a gyógyszerek alapanyagai, illetve a kozmetikumok készítésénél használják alapanyagként ezeket az anyagokat. Az utolsó felosztása ezeknek a vegyületeknek a zsírok és olajok lennének. Ezek glicerinnek, tehát a glicerin az egy háromértékű alkohol, mégpedig zsírsavakkal alkotott észtereit nevezzük zsíroknak és olajoknak. A zsírok esetében telített zsírsavak azok, amelyek ésszeresítik, az olajok esetében pedig telítetlen zsírsavak vannak többségben. Amit tudnunk kell, hogy ezek biológiailag nagyon jelentős vegyületek, az sejt felépítésében vesznek részt, energiát biztosítanak a szervezetünknek, és ezzel a vegyületcsoporttal következő órán, amikor a biológiailag jelentős vegyületeket fogjátok tanulni, akkor fogtok bővebben foglalkozni és tanulni róluk. Összegzésként mit is tanultunk a mai órán, tehát megtanultuk azt, hogy az észterek oxigéntartalmú szerves vegyületek, amelyek összetett funkciócsoportot tartalmaznak, nagyon széleskörű a felhasználásuk, de természetben is igen gyakori vegyületcsoportról van szó. Érdekességként még itt a végén elmondanám, hogy a glicerin és az alkoholok nem csak szerves savakkal tudnak ésszereket létrehozni, hanem szervetlen savakkal is. Szervetlen sav például a kénsav, vagy a salétromsav, és a foszforsav észterei ismertek, és a glicerinnek salétromsavval alkotott észtere a nitroglicerin, ami ugye a dinamit, illetve Alfred Nobel jut róla eszünkbe, de nem csak mint robbanóanyagot, hanem mint gyógyszert is használják. Ezzel befejezném az órát, a megtisztelő figyelmet köszönöm, viszontlátásra!